Utoljára szállnak el madarak a gettó fölött. Utoljára látunk örömlányokat. Utoljára vannak pimpek a tanyámon. Ezt is lelövöm, és kezdjük is el az utolsó részt. Wow! Hát azért lehetett volna ennél komolyabb kezdés az utolsó részre. Hát minden esetre szevasztok srácok, itt Imiszkó. Ez pedig a GTA San Andreas végigjátszásának a 70. azaz a 70. és egyben a tök utolsó része. Hát elérkezett ez a pillanat is srácok. Kipörgettük a San Andreas-t. Én igazából még egy küldetés várom. És tudom, hogy az előző részben srácok azt ígértem, hogy elfoglaljuk a hátralévő területeket, viszont úgy voltam vele, hogy én itt már nem akarok fölöslegesen kínlódni, meg igazából tök fölöslegesnek érzem most már ezt az egészet. A temető lesz az egy, amit még vissza fogunk foglalni, mert azért édesanyánk, CJ édesanyja nyugodjék már nyugodtan PC-ben. Az ő területe nem maradhat a ballaszé, és a többi maradék 9-10 ballasz területet meghagyom, mert én megmondom őszintén, itt már lusta lennék elfoglalni. Utolsó buzi fiú verekedés. Aztán besegít itt Dizzy Gangsta Zolinak a fia, ezt is megfejeltem. Hát srácok, hihetetlen szomorú vagyok, megmondom ő nektek így őszintén. Hát utoljára, tényleg tök utoljára vagyunk itt a végigjátszásban, utoljára indíthattam végigjátszás részt. Ez le fog ütni szerintem, nem ütött le. Jó van, akkor elhúzunk innen. És hát ja, utoljára indíthattam az F10 gombbal a frepset, le tudjuk a mai napon a GTA San Andreas végigjátszását. Hát hosszú volt az út, körülbelül februárban kezdhettük a végigjátszást, én úgy emlékszem, és most már ugye november 26-án teszem föl körülbelül, 25-én veszem föl, akkor 26-ára fölrakom. Hát igen, majdnem egy teljes évig tartott a végigjátszás, hát nagyjából inkább 3/4 évig, úgy 9 hónap volt a GTA San Andreas végigjátszásom, ugye eleinte San Andreas volt, aztán itt a legvégére jött a San Andreas, és hát igen, végig kell nyomatni. Lángokban az egész város, robbannak felfele a zsidó rendőrök. Egy kicsit sem sajnálom ezeket a szarjankókat, hogy dögöljenek meg, hogy így őszinte legyek. Szóval igen, ezt egy temetőt fogom itt még visszafoglalni, meg ezt is, ez a terület is akkor a gettói lesz. Akkor is miénk lesz egész anyádat köcsög! Akkor is enyém lesz majdnem egész Los Santos. Ha nem is az egészet fogom most elfoglalni, de azért még egy párat elfoglalok, srácok. A gettós nép megint szép lesz, méltó régi hírnevéhez. És az aranymondat, amit mindenki jegyezzen meg, Forever Groove, tehát mindörökké Groove. Volt is egy ilyen című küldetésünk, hogy mindörökké Groove. Hát én is ehhez vagyok hű. Örökké csak a gettós, srácok, semmi más. Hát ez kb. A Diós Győr indulóval tudnám összehasonlítani. Nem érdekel más. Csak a Grove Street, csak a Grove Street, csak a Grove Street és a gettó. Amíg élek én, tirirű. Na ehhez srácok. Írjatok szerintem egy búcsúzásképpen, próbáljátok meg összehozni egy ilyen kis versecskét. Norbinál is volt valami hasonló. Ő saját magáról íratott egy ilyen kis versecskét, kis rapszerűséget. Hát írjunk akkor egy kis elbúcsúzó szöveget a San Andreashoz, a gettóról, a népünkről. Írjunk valami olyasmit, hogy amíg élek én, nem érdekel más, csak a Groove Street. Valami ilyesmi versecskét hozzunk össze, srácok. A legjobbat pedig ki fogom tenni a Facebook oldalra, és a csatornájának lesz egy kis ajánlása a következő videóban. GTA 4 első végigjátszásnak első része, mert valamikor be fogom ajánlani a csatornáját. Szóval írjatok, srácok, egy ilyen búcsúzó szöveget, vagy az egész San Andreas sorozathoz kapcsolódóan írjatok a végigjátszásomról egy ilyen kis dalt. Meglátjuk, hogy kinek mi hogy jön össze. Hát kíváncsiak, hogy mit fogtok alkotni, srácok, igazából. Szóval mindenkinek várom itt a versét. Igen, egyébként, mint látható, még nincs valami sok minigán lőszerem. Még nem mentem el felfegyverkezni minigámból. Úgy voltam vele, hogy majd mielőtt elindítom a Final Mission-t, gyorsan felveszem a golyóállót. Azért, az jól jönne. Oké, fölvéve. Kéne egy jármű, amit le tudok festetni. Na, ez jó lesz. Szállj ki. Jaj, csóró Lali ül az autóban, úgy látom.
Őt nem biztos, hogy ki tudom ráncigálni, úgyhogy inkább azt a Blade-et kéne megszerezni, hogy mi ez az autó, az már mögötte jöjj. Bravura! Bravura! Állj meg, köcsög! Állj meg, te ócska kis luvnya. Oké, ezt a területet is megszerzem. Kirobbantottál egy bandaháborút? Hát akkor megpróbálom mégis, csak megpróbálom mindet megszerezni, srácok! Mert forever groove, mindörök. Hát természetesen a játék és a PC-n megtartotta a jó szokását, még egy sorozat utolsó részében is kellett egy ilyen 1 másodperces befagyás, mert anélkül nem lett volna az igazi. Szóval akkor is, amíg élek én, nem leszek áruló ballász, vagy valami ilyesmit hozzatok tényleg össze, srácok. És fogalmazzátok meg, hogy szerintetek Imiszkó mennyire őszinte Grove Street-es ember, vagy szerintetek én csak egy áruló ballász vagyok? Kíváncsiak, hogy mit gondoltok rólam, srácok. Megírjatok véleményt így utolsó részként, értékelje mindenkit megkérek őszintén, értékeljetek szigorúan, ne vaj szívven, hogy 10-es skálán hányast adtok a teljes San Andreas sorozatomra, hogy nyerte el ez a sorozat a tetszéseteket, mennyire kedveltetek meg engem e sorozat alatt. Már gondolom egyébként nagyon sokan e sorozat alapján ismerték meg a csatornát, tényleg ezt néztétek a legtöbben is, meg hát ez szerintem egyértelmű, hogy ez volt a legjobb sorozatom eddig mind közül. Aztán még tényleg rengeteg végigjátszás vár majd ránk, 2017-ben ugye GTA 5, stb. Most elkezdjük a GTA 4-et, srácok, ott is lesznek ám nagy hepajkodások, szóval nem kell megijedni. Akik eddig követtek, szerintem ti ugyanúgy fogtok engem most is követni, és hát így tovább feliratkozás szempontjából is. Most egy kicsit félre is beszélek, nem feltétlenül beszélek itt most végig a játék történéseiről. Bárpedig arról kéne, ugye, tök utolsó rész. Ha mindegy. Még nem kezdtük el az utolsó küldit. Még csak területeket vadászunk a ballasztól. Mert még irányítanak ezek a pöcshuszárok egy-két területet. Ugye a vagoszt teljesen kifüstöltök, és írta egyikőtök előző rész alatt, egyébként nagyon hamar összehoztuk rá a 70 lájkot, óriásiak vagytok, srácok, nagyon-nagyon szépen köszönöm ezúton is. Írta valamelyik őtök, hogy a Vagosz az utolsó küldében meg fog jelenni. Ez igaz, utolsó küldetésben lesznek vagoszos emberei Big Smoke-nak, vagoszosok fogják védeni a hájzsákot. De én ezt úgy értettem, hogy eltüntetjük Los Santosból a Vagoszt, hogy úgy értettem, hogy területük nem lesz több. Tehát területügyileg tényleg eltüntettem én a vagoszosokat a játékból. Na, kirobbantottam egy újabb bandaháborút, eddig nagyon pró vagyok. Szerzem elég szép számmal itt a területeket a vagosztól. Ezen a részen teljesen kipusztítottam őket. Ajaj, és közben bele kell húzni, ám bandaháborúban vagyunk, ő keményen ám. Gyere ide, te csőcselék! Ne onnan legyél kemény, ajaj. Jön nekem SMG-vel, srácok, mert minden szarra. Jujj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 
most lehet jönni. Most mondjátok a képenbe, hogy utáltok. Gyertek, gyertek. Ki kér még a sütimből? Gyertek, ballaszosok, gyertek, gyertek. Kis pinainasok, gyertek, jöjjön az összes, jöjjön az összes. Oké, túléltem az első hullámot, ott van egy szívecske. Azt gyorsan felszedjük, kell az élet, kell az élet. Ho! Jó van, itt is elég jól elterjeszkedünk egyébként, megszerezzük így a temető felüli részt, Temple Drive, és akkor megszerzem az összes területet, amit csak tudok, így a legvégére. Oké, és akkor kezdjük el írteni a népet igazából. Ölök mindenkit ezerrel, ahogy csak tudok. CJ betáraz, az igen, egyébként egy tárral kiszedtem az összeset, srácok. Vagy hát kettő volt ez szerintem inkább. Hát levadásztam egy pár ballaszost, az biztos. Jól van, jön az utolsó szint. Na gyertek, ballaszos pöcsök. Lehet jönni, pöcshuszárok, gyertek. Ki olyan kemény, hogy ki mer ellenem állni? Gyertek, gyertek. Gyertek, ballaszosok. Na ki itt az igazi buli császár? Ki próbálja meg elvenni tőlem Los Santos? Mert jól halljátok, ti kutyaférgek, egész Los Santos az enyém. CJ irányítja a várost. És Sweet irányítja a várost, a gettósok, mi egy család vagyunk. Ti pedig csak Big Smoke-nak a kutyái vagytok. Rohadék ballaszosok, Big Smoke ideje is lejár ugye ma. Utolsó rész, kicsinálom a hájzsákot is. Oké, ez is felszedve. Újabb gettós területeket szereztem, tehát itt is már a haverjaink közlekednek. Oké, és e területen már csak egy ballaszos
vidék van, csak gyorsan először szeretném lerázni a körözést. Jó van, tényleg elég jól elterjeszkedtem így Los Santosban. Azt hittem, hogy még ennél is több idő lesz egyébként a területfoglalás. Hát hogyha amióta visszatértem Los Santosba, ugye az közben, részek közben foglaltam vissza nagyon sok területet. Hogyha ezt mind egy részbe tettem volna, akkor viszont biztos meg lett volna a minimum 4-5 órás rész. Szóval ja, az előző rész is meg lett másfél óra, az elég konkrét hossz volt szerintem. Így utolsó előtti résznek ez is lesz egy bő órás rész szerintem minimum. Így búcsúzásként a játéktól, és hát azért jó hosszú végigjátszás volt a srácok, már mint idő szempontjából is, tehát statisztika 46 óra és 33 perce kezdtem el a végigjátszást. Szóval volt, mint néznetek, elég rendesen. Akik ebből majd maratont fognak tartani és visszanézik a teljes végigjátszást, azoknak nagyon nagy respekt. De tényleg, mert többen is jeleztétek, hogy itt fogtok tenni, visszanézitek. Na itt meg itt vannak a pöcs ballaszosok. Kinyírtam őket, de még legalább egyet ki kéne nyírnom a banda háborúhoz. Ajaj, ez most így fölösleges körözés szerzés volt, mert itt csak kettő volt. Jaj, de lőnek, kérem szépen, jújjúj. Spónoljon már le egy ballaszost, please. Ez olyan köcsösség, hogy ilyenkor nem spónolja le amúgy őket. Mindegy, most már elövöm a rendőrbát. De jó van, dobják be a kettes, szarok rá. Csak akkor dobjon már be még egy ballaszost, légy szíves, please, ennyire legyen már fair a játék velem. Ott vannak, jó van, CJ, most ne szálljál vissza már. Oké, kirobbantottam egy bandáborot, na jó, váltsunk már keményebb fegyverre, mert még itt Rick Grimes-éknak az unokái lőnek le engem. Úgy a temető területét már visszaszereztem, de hát akkor már tényleg szerezzük meg az összes területet. A kutya választva, vegyük át egész Los Santos felett az irányítást, srácok. Én akarok minden területet kezelni most már. Ezt meg elég lazán védik, úgy látom, baseball ütőben minden. Ennyi a védelem. Hát ez egy könnyen szerezhető terület lesz, úgy érzem. Ennek is csak kis úzia volt, nem egy kis pisztolya, de gyenge védelem van itt, kérem. Hát jó, lehet jönni. Megint baseball ütősök, meg kis pisztolyosok, az igen. Kis pisztoly, meg úzi. Hát ja, ez egy gyengén védett terület. Jó van, én örülök neki. Lehet jönni. Ez is megdöglött. Hát sokat nem érnek ezek a ratyi ballaszosok, hogyha csak így védik a hazájukat. Jöjjenek csak. Várok mindenkit előszeretettel, és túlélte a második hullámot is. Nem is lehet kérdéses, hogyha ilyen gyenge védelem mellett megdöglenék, az azért jelentene valamit. Akkor elismerném, hogy szar vagyok. Így azonban el kell ismernetek, hogy én vagyok a legvadabb Grove Street-es gyerek. Bum, mindenkit kicsinálok. Gyere ide, hüvelyk, Matyi. Téged is lelőlek. Meg téged is lelőlek. Azt hittem, hogy ennyi volt az utolsó szint védelme, de tényleg csak ennyi volt, már csak egy emberük él. Ott van az egy pinainas. Meg még egy pinainas. Ajaj. Vagy van még egy? Hol vannak ezek? Gyere már, állő testvér. Ó, ott van, hijack, oké, ez a terület a tiéd. Hát köszönöm szépen, akkor ez a terület is az enyém. Kiráncigálom a csávót, egy elég jó autót szereztünk ahhoz képest, hogy a játék végén vagyunk. Egyébként ez a Merit, ez tényleg egy elég jó autó. Oké, kiszállok, életet fölvettem, megyek festeni egyet. Jaj, ajaj, nekem jött az E szó, ahogy CJ mondaná, seggfej, buzi, buzáj, nekem jött az a buzáj. Diri, slow ride területünket megtámadták, baszok én rá. Megyek menteni egyet, aztán már is nem lesz megtámadva a területünk. Habár nem, mert ezt megvédem itt. Csak előbb lerázom a körözést. Diri, come on guys. Egyébként hány területe van még hátra a ballasznak? Arra úgy kíváncsi lennék azért. Nekem van most 45 körülbelül. Statisztika. Bandák, 47 területen van elvileg, de ja, 46 olyan területen van, ami az enyém is jelenleg. Na nézzük, 0 Vagos terület, 7 Ballas terület és 46 Grove Street-i terület. Ez igen, ez teljes dominancia, srácok. Tehát akkor 46 meg 7, az azt jelenti egy gyenge kis matek tudással, hogy 53 darab terület van összesen a játékban, ebből már 46-ot én irányítok. Tehát körülbelül olyan durván 90%-a enyém Los Santosnak nagyjából. Vagy egy kicsivel kevesebb, vagy egy kicsivel több, nem tudom pontosan megmondani azért. Hát ja, ahhoz kép, a köcsög esőzés meg levesz egy pár FPS-t. Baszki, utolsó rész belaggolok, nem ilyen cink dolgot. Szóval, baszki!
Csúszik ez a kibaszott merit autó. Pedig épp hogy esik az eső. Egyébként most ugye szombaton kerül fel ez a rész. Egy korszak vége, viszont egy másik korszak kezdete is lesz ez a nap, november 26-a. Ugyanis e napon kezdem meg a GTA 4 végigjátszásomat, és rendőrben meg ellop egy civil autót. Ez igen. Ez azért nem semmi. Na hol vannak ezek a hüvelykmatyik? Jöjjenek akkor, jöjjenek. Ó, még az autópályán támadnak. Ez igen. Ajaj, CJ, masszál kifele a barlangból. Bőm, bőm, gyertek, gyertek, hüvelykmatyik! Húha, jajjaj, arrébb kéne menni, te! Baszki, most vettem észre az autót. Őha, őha mennyien ide jöttek megtámadni, jó? Ebben majd tanulnak, terület a tiéd marad. Király, megvédtem. Életemet azt elég jól lecsepték, én se több beszélni, lecsapták. Na mindegy, van ez így. Akkor most itt kéne egy kis területet szerezni. Megpróbálom az összes területet megszerezni, srácok, de nem biztos, hogy olyan könnyű lesz. Mert ezeket azért lesz csak nehéz megszerezni, mert ide nem spónol le egyáltalán embert se. Looking for a mystery, now come with me. Pedig olyan szép lenne, egész Los Santos-t én irányítanám. Na mindegy, amit tudok, azt megszerzek. Tiri, 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 tiri. Tiri, tiri, sky, Mr. Sky. And I'm in the tree, looking for a mystery. Na ott van a ballasztosok, ho-ho! Hő-hő-hő-hő-hő. Tesámék, gyertek csak, tesa. Gyere csak egy kicsit, lőj az úziddal, ez az. De gyere csak utánam. Gyere, gyere, gyere. Hadd szóljon a zene. Legyen mindig szerencsénk. Na, lelövik a gettó spanyaim. Nem lövik le, jó van, gyertek. Gyertek még, buzik. Buzi Rudik, gyertek már. Gyere már, te területeden akarlak megölni, egy banda háborúzni tudjunk. Légy szíves. Ballaszosok. Gyertek utánam. Nem jönnek. Miért nem jönnek? Huncutok. Gyertek, 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 nem bánt a bácsi, csak puszit ad. Ja nem, azért túlzásokban essünk. Gyertek, Robitussin, gyertek, gyertek. Fluimucil, mert minden, gyertek, gyertek. Nehogy már most forduljál vissza, bazd meg, dagad disznó. Gyere, Dagi. Gyertek, 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 gyere, Fluimucil, Ábel. Ábel, te is gyere. Ábel! Jó, még egy kicsit közelebb gyertek, azaz. Gyere bátya. Jó, az már az ő területük. Még egyet itt ki kéne gyorsan nyírni. Mert ez így nem lesz jó, ennek így a fele sem tréfa, hogyha nem tudom még egyet kinyírni. Nem már. Itt olyan ritkán spónolnak, lehet lehetetlen megszerezni ezt a területet. Most is itt spónolt le az ember. Komolyan mondom, hát akkor nem lesz minden terület, srácok, csak amiket el tudok így foglalni a végére. Most kettő kimarad, az nem a világ vége. Max izé programmal beállítom, hogy ez a két terület is legyen az enyém. És nem tudok jobbat. Ide megint nem fog leszpónolni egy darabot, se azt figyeljétek meg, srácok. De! Ott vannak! Hát beszarok! Legalább ezt a területet meg tudom szerezni magamnak. Gyertek, ratyirambók! Idle Woodban szereztünk egy területet. Na, kirobbantottál egy banda háborút. Ez egy elég nagy terület. Itt a játék végén. Jajjaj, csak életerőügyileg alak nagyon szarul. Kíváncsi vagyok, hogy ezt a területet mennyire védik. Nincsek itt a Groove Street-es panjaim. Hát úgy látom, hogy annyira nem védik, szóval nem baj. Mivel jönnek? Hárman, négyen, hatan védik csak. Akkor az annyira nem lesz 18 pluszos jelenet. Menj már innen, te buzi. Felszállok a mocira. Oké, felveszük az életet és már is jobb lesz a helyzetünk. Oké, ez nem lesz egy olyan hú, de erősen védett terep, úgy látom. Egyébként járműből jóval könnyebb a területfoglalás, különösen motorról vagy bicóról. Hát most erre a motorról nem volt olyan szerencsés eset, mert hát ez eléggé szar állapotban volt már alapból, szóval ezt könnyen szétlőtték, de bicóval, mondom, ez bicóval nagyon könnyű, srácok, mert ugye a bicajt azt nem tudják szétlőni, sem te meg tudod nagyon sebezni őket. Oké, túléltük már is a második hullámot, jók vagyunk, mindjárt beszpónol úgyis egy kis életed, vagy egy kis kis golyóállót. Na, az már gettós terület, onnan ki ne gyertek.
America Dream. Jajaj, CJ, futás, 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 futi, 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 futi. Futi van, CJ, futi van. Welcome to American Dream. Azt a rohadt, még mennyien vannak ezek a homokzsákok. Gyertek, homárok, gyertek. Jajaj, Ábel, hol van Flui Muci lábel? Őt is kinyírom. Jó, ez a terület a tiéd. Ez az, YOLO. Meg minden szar. Oké, okay, megvan a terület. Ott egy életet spónolt le. Itt van egy golyó állót, el kéne menni mindkettőért. Ki lő? Örömlány. Nem engem lő. Szerencséje van. Oké, okay, tehát egy elég szép nagy területet szereztünk megint csak. Fölveszem az életet is. És már csak itt kéne ezt a kis hangyaszarnyi területet megszerezni. De úgysem lesz akkor a mákom, hogy ide leszpónolja a ballaszosokat. Annál Vagos területnél, az előző résznél, ugye annál a nagyon picinél szerencsém volt, hogy leszpónolta a ballaszt. De ide nem fogja. De, beszarok! Leszpónolta ide a ballaszosokat, srácok! Beszarás! Beszarás! Kirobbantotta egy bandából ott. Akkor most már egyértelmű a cél, srácok! Akkor most már egyértelmű, meg akarjuk szerezni az összes területet. Hova mész, fiam? Nem futsz sehova. Akkor most már egyértelmű, megszerezzük az összeset. Jajaj! Azt a kurva életbe ezek mennyien vannak? Jajaj, kis pisztolja, mert mindennel, de akkor is sokan vannak. Hú, ez egy nehezen megszerezhető terület lesz, mert már rögtön SMG-vel jönnek. Pont most fogytam ki. Rohadt életbe. Vannak még? Jó van, onnan fut még egy-kettő. Srácok, ugye vágjátok, hogy rendesen kiírtottam a ballasz patkányt, hogy ezt elveszem tőlük, akkor már csak 5 területük marad az egész Los Santosban. Ahhoz képest, hogy néhány része ezelőtt még mekkora birodalmuk volt. Te jó Isten! Ennyi rész alatt szarrá döngöltem a ballaszt. Az igen, második szint, AK-47-es, forever. Robbanj, 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 azaz. Baszki CJ, ezt utálom, hogy csak 50 lőszer fér bele. Ha 200 férne bele, az már tisztességes lenne. Jó. Most elszaladok a golyóállóért. Á, tukám. Tokám. Vagy azt mondta, hogy tokám a CJ. Nem értettem jól, na mindegy. Szerintem inkább azt mondta, hogy á, tukám. Most az amerikaiknál csak nincs olyan szó, hogy tokám. Na mindegy. Az én fülemmel volt a baj, pedig nagyon jól hallok egyébként. Való életben ritka szarul. Hát nem mondom azért, hogy ritka szarul, elég szarul látok. De viszont hallani kurva szarul. Vagy kurva jól hallok. Szóval, ja. Hallásommal nincs gond, rati ballaszosok. Szóval, CJ azt mondta, hogy tukám. Tehát tokája van CJ-nek, ezt is tudjuk most már. Na. Ezt a területet is elcsorjuk, akkor már csak a kikötő fele lesz egy-két területe a ballasznak, szám szerint 5. Aztán kiírtottuk a patkányokat Los Santosból. A Vagos már az előző részben elpusztításra került, most már csak ezek a férgek vannak. Sokkal jobban utálom a ballaszosokat, mint a vagoszosokat. Jó, azért a vagoszosok se szentek, tegyük hozzá. De ővelük nincs annyi bajom, mint ezekkel a tetvekkel. Na, itt jönnek majd. Oké, van-e itt még valaki? Ott volt egy. És még mindig van egy. Még mindig van egy. Ó, ez az. Ez a terület a tiéd. Hát ezt nem hiszem el, srácok. Ekkora máker is csak én lehetek. Gyorsan húzok menteni egyet a gettóba még hozzá. És ott tényleg nagyon jól felfegyverkeztem, területeket szereztem, de nagyon szépen. Nézzétek már meg, srácok. Itt közlekedünk, és minden a zöldben áll. Na, ezt már szeretem, ezt már szeretem. És akkor még az az egy-két terület sem maradt kivétel, akkor már azokat is magunkévá tesszük. Itt a gettó mellett közvetlenül látom, van egy lila terület. Ez nem tetszik nekem, sőt, nagyon nem tetszik nekem. Egy kis bevételt felszedjük, pár ezer dollár, az is valami 10 milliós költségvetés mellett is, és mentünk egyébként 100%-ot, hogyha elérjük, tehát teljesítjük az utolsó küldit, mivel én nekem 100% lesz addigra a játék végigjátszása, hogyha elvégeztem az utolsó küldit, kapunk még megint 1 millió dollárt, meg egy csomó jutalmunk lesz, megnéztem igazából a Wikipédián, de amúgy nem tudtam, hogy miket fogunk kapni 100% után. Ó, de szexi a költségvetésem vége, 10 millió. 472.869 dollár. Sorry guys, ti ugrott. Ti voltatok rosszkor, rossz helyen. Közben ég a Johnson ház, az úgy igen. Ez egy kicsit kibaszás, hogy így a végére felgyújtottak a Johnson házat. Ez a kis területe maradt, srácok. A ballasz, mert még ott a tengerpartnál van egy nekik. Ez az egész ballasz. Ennyi maradt belőlük.
Hát ez a terep, ez itt még fullban az övék. Itt még csak ők nyomulnak. Tűrű. Tű. Itt azt hiszem el is patkoltam az előző részben, ezt egy kicsit nehezebb lesz megszerezni. Tű. Fire! Oh, vagosz, balasszasok! Nem álltak meg a rohadékok. A rendőr meg bezzel megállt a kurva anyjába, hát nem hiszem el. Megint beadták a kettest. Ott vannak a balasszasok, na! Ez az. Kis értelme is volt megszerezni a körözést akkor. Kirobbantottál egy bandaháborút. Méghozzá mekkora területért robbantottam ki bandaháborút. Azt a kurva. Ez egy szép, konkrét, nagy terület lesz. Ne fussál, szarjankó. Téged se kimérlek. Na, kezdődjék a csata, srácok, egy ekkora területet veszek ki a Ballasz szívéből. Fú, ezután pedig már csak 4 területük lesz. El sem tudom képzelni. Soha nem szereztem én meg az összes területet. Valamikor mindig el kell kezdeni, ezt jegyezzétek meg, srácok. Ez közepesen védett terület. Csak Uzival meg kis pisztollyal jönnek még. SMG-jük az nincs, úgy látom. De azért neki abáljuk el. Még ez is okozhat nehézséget, hogy megszerezzem ezt a területet. Ott jön egy pár. Jó van, itt már azért jönnek SMG-vel. Azért mondom, ez közepesen védett terület. De elég gyengén céloztak eddig. Ott elfutott az egyik, homár nem, ott van. Ott van valahol. Jó, ezt levadáztam, és akkor már csak itt vannak egy páran. Rendőrmotort a levegőbe repítettem. Ezt a szarjankót kinyírtam. Fölveszem az életet, természetesen. És ott jön egy ballaszos. Meg ott jön egy ballaszos. Oké, túlélted a második hullámot, fasza. Újabb hullámot túléltünk, fölvesszük a golyóáldót is. És hát eddig egyáltalán nem nehezíti meg a dolgomat a Ballasz. Hát hogyha ilyen gyöngéden védik utolsó területeiket, akkor sokáig már nem lesz ballaszos banda a játékban. Kinyírom a patkányférgeket. Utolsó rúgásaik ezek. Ezeknek a tetveknek. Jajaj. Gyorsan fussunk csak el azért a golyóálló mellényért. Ami marad az a harag, egy-két, húzd meg! Úgy látom, hogy az éjjel megint meredek. Folyamatosan jönnek hozzám a ballaszok. Nem érdekel, a másnap én mindet kinyírom, leszarom. Kinyírom. Tűrűrűrűrűrűrűrűrű. Na jó, nem dalolgatni kell itt az utolsó részben, hanem kőkeményen bandaháborúzni. Srácok, így állunk jelenleg, 4 területe van elvre már csak a Ballasznak. Statisztika, bandák 50 területen van, nem mondjátok, de elvileg csak 49, még van 4 területe a Ballasznak elvileg. Ja, 4 területük van, srácok. Hú, hát akkor menjünk a következőért. Remélhetően sikerül megszerezni. Ide nem tudom, hogy milyen gyakran spónolják le az embereket. Nem minden olyan hú, de gyakran egyébként. Sőt, na, ott vannak páran. Ho-ho-ho! Basszák meg, hogy most támadtál meg a területünket. Ezt nem hiszem, ez mekkora köcsökség volt már. Területünket megtámadták. De pont mikor el tudnám foglalni ezt a ritkán lakott terepet. És pont azt a területünket támadták meg, amit fél perc ezelőtt szereztem. Na mindegy, srácok, mivel én még soha nem tudtam az összes területet megszerezni, nem tudok nyilatkozni, hogy akkor még támadják el területeinket, hogyha mindegyik területet megszereztem egyszer. Tehát enyém egész Los Santos és papíron nincs több banda. Akkor kíváncsi vagyok, hogy meg tudnak-e. Azt a rohadt kiráncigált az a buzi Rudi. Jajjaj, pont a shotgunos. Jaj, ezek már külön emberek? Kilő akkor még. Na mi van? Nincsen, kinyírtam az összes ballaszos, nem? Ja, hol van az utolsó buzi? Gimidet. Hát kinyírtam mindet, ez hülye. Ez még él? Nem él, de az él. Istenem, ezért nem védtem még a területet. Oké, hármas körözés. Na jó, ez azért már túlzás, szóval gyorsan mentek egyet, hol a legközelebbi safe house itt van. És akkor még ezt a négyet rohadt életbe lőjetek szét. Ezt a négyet még gyorsan megszerzem tőlük. Na, takarodjam el innen, rendőr bátyja, te kell lesz még ide. Azt hiszitek, majd az utolsó részbe kibaszhattok velem. Nem, ezt most mondom, hogy nem fogtok kiráncigálni itt a végére. Azt felejtsétek el, de gyorsan. Azt felejtsétek el. Egyébként igen, srácok, bőven meg lesz egy órás rész, így lezárásképpen. Tiriri, elég ratyi zene szólt a KDS-t, kéróz.
Hát hiányozni fog nagyon ez a végigjátszásom, srácok. Nem fogom föl, hogy ez az utolsó rész. Hihetetlen, hihetetlen, de hát ez van. Menjél már CJ, a tököm van veled! Van CJ, hogy a prostatarák érne utol. Hogyan tudott ide beállni? Jézusom. Ajaj, gyorsan, gyorsan be kell futnunk a házba. És oké, beértünk. Hát még egy kicsit igazából, bevallom őszintén, aranyos vagyok és húzom az időt. Még egy kicsit megkímélem Big Smoke-nak a szaros életét. Meg Frank Tempeninek is, mert őt is kinyírjuk ugye az utolsó részben. Megkímélem még egy kicsit az ő életüket, ezért nem indítottam még el a Final Mission-t. Meg hát tényleg beígértem ugye, hogy megszerzem az összes területet. És Mississippi Woman, Mississippi Man. Ez egy jó muzsika így utolsó részre. Na ballaszosok, lehet jönni? Ott vannak páran. Ez pont elég egy bandaháborúhoz. Gyertek, jöhet Flui Mucil Ádám is felőlem, vagy Ábel. Ádám? Én is tudok. Na, ez az utolsó előtti ballasz terület. Ezután már csak három területük marad. Most bandáború van, szóval, hogyha lelövöm. De ilyenkor miért adja be a körözés? Ez olyan köcsökség. Rendőrök azok nagyon rage-essé tudják tenni egyébként a bandaháborút. Na, alapból nem túl nehéz bandaháborúzni. De ezek is úgy lekapják az életedet. Jújjúj. Köcsög. Jó, túlélted az első hullámot. Hova teleportálta le az életet? Oda. Gyorsan elfutok érte. Jaj, itt még egy ballaszos kutya. Ez nem tudom, hogy érte túl. Lehet, hogy ez kívülálló volt. Ezt a maradék kis minigant akkor ugye elhasználom az utolsó területekre. Azt mondom, még az utolsó küldit mielőtt elindítom, elmegyek Torino tanyájára. Azt a szerzek én magamnak jócskán lőszert. Jóska, menten, gyere haza, mekihűl otthon a vacsora. Azt kérdezzétek, hogy mi van velem, de egy utcsó részben már szeretek minden muzsikát énekelni. Azért, mert Jóska, menten, gyere haza, mekihűl otthon a vacsora. Ha nem jössz haza, meglátod, meglásd Jóska, megbánod. Jó, ez a terület is az enyém. Oké, Jóska gyerek megszerezte a területet. Királyság. Robbant is egy szarautó, na mindegy. That's cool. Oké. Akkor három területük maradt, még van itt ez. Ezt lesz itt szerintem a legnehezebb megszerezni, mert oda még nem spónolt le egy ember se a ballasz. Szóval, ja, azt nehéz lesz megszerezni egy kicsit, de hát én mindenre képes vagyok. És most fölvenném ezt, mondanám, hogy fölveszem, de nem veszem fel, mert kiskéssel fogom leszúrni Big Smoke tokáját, meg ezzel fogom szarrá ütni. Ezzel a nem tudom mivel, legyezővel, vagy nem tudom tényleg mi ez. Ezzel fogom kivégezni Big Smoke-ot. Ezt már megígértem pár résszel ezelőtt, azt hiszem. Legalábbis utaltam már rá. Na, ott vannak ballaszosok, jó van. Na, ez területükön kívül van. Ide kell csalni őket. Gyertek, csak homokosok. Gyertek, buzik, buzik. De baszki, és elfutna, milyen gyávák már ezek. Körözés beadtak, de a ballaszosok elszaladtak. Hát ilyet én még nem ettem reggelire, komolyan mondom. Érted, itt voltak a ballaszosok, lefújtam őket graffitivel, és elfutottak, mint a kislányok. Úgyhogy már csak három területük van a játékban, nemhogy férfias módjára védenék őket. Nem, ők inkább elmenekülnek, mert buzik. Á, rohadt ballasz. Most már hamarosan megdöglik mindegyik. Jó, hát akkor elmegyünk innen, ez a területhez még visszaugrunk. Ki nem ráncigáltok, és akkor elfoglaljuk ezt a területet. Az egy elég nagy terület lesz. Azt minden bizonnyal azért tisztességesen védeni fogják. Szóval oda majd kell egy kis bekeményítés. Ajaj, ne lőjél rám, te szarjankó, ne lőjél, ne lőjél. Mondtam. Még egyszer nem mondom el, te menj az utamból. Egyébként elég halvány színnel van védve, tehát elvileg ez nem annyira védett terület. Hát kiderül, kiderül, hogy ez gyakorlatilag mit jelent. Ott vannak, ott már is vannak ballaszosok. Ezeket kinyírom, és akkor kezdhetjük is az utolsó előtti bandaháborút. Kirobbantottál egy bandaháborút. Hogyha ezt elfoglaljuk, srácok, akkor már csak kettő területük van ezeknek a szarjankóknak. Figyeljétek már, ez mekkora terület amúgy. Azt a rohadt. Hát egy kicsit itt a keleti partnál szerzek magamnak egy területet. Jó lesz minden. Na gyertek, ballaszosok, gyertek. Az összes minigunomat megehetitek így vacsorára.
Hol vannak? De ne izé jöjjön már ide. Freeman. Morgan Freeman. Komolyan mondom már. Na. Hol vannak a ballasztosok? Ez igen, kis pisztolya meg baseballütővel védik ezt a nagy területet. Hát akkor igen. Jól jelölték, és jól mondta egyik kedves nézőm, amikor nagyon halvány színnel van jelezve, az azt jelenti, hogy gyengén védik. Igen, hát nem is nehéz ezt a területet elfoglalni, mit ne mondjak. Már Jóska, menten, gyere haza! Na jó, ezt már nem éneklem tovább, de hát már tényleg nem tudom, mit daloljak így utolsó részként. Hát he, gyertek ide! Zsámó Zsazsé! Megyünk Vasé! Enyém lesz mindjárt egész Los Santos srácok, hihetetlen pillanatok egyike. Túléltem a második hullámot is. Hát ballasztosok, ide lehet belehúzni. Mert pár másodperc múlva ez a területek is az enyém, és már csak kettő lesz a tiétek, de az sem sokáig. Ha ott jönnek, ez az utolsó szint védelme, te jó Isten. Ekkora kis szaros védelmük van. Ja, hogy még itt is vannak hárman, négyen. Ez akkor is kevés. Ez akkor is kevés Carl Johnson ellen. Különösen a tekintetben, hogy már csak kettő területük van így. Mert ezt is megszereztük, srácok, és tehát azt jelenti, hogy itt van egy területe a ballasztok, és ott van egy. Az is két halványon jelzett terület. Tehát ez azt jelenti, hogy pillanatokon belül átveszem a teljes ballaszt területek irányítását. Oké. Akkor még ezt a kettőt megyek és megszerzem. És aztán belevágunk a Final Missionbe. Megpróbálom egyébként még a Final Mission előtt megnézni, hogy elindíthatom-e a triatlon. De hogyha nem spónolja be a játék az elindítását, akkor nem tudok mit csinálni, srácok, akkor nem lesz triatlonozás. Pedig én meg akartam volna csinálni, mert igazából csak 10 perces az egész körülbelül. Lehet, hogy meg is nyertem volna. Whitman! Here again, Whitman! Oh yeah! Na ballaszosok, nem akartok leszpónolni? Na! Hát ez egy kicsit messze van az eredeti területtől. Ha itt nyírom ki őket, az szerintem semmit nem ér. Hát igen, mert ez nem a területükön volt, de hát amúgy is csak kettőt nyírtam ki. Szóval lehet, hogy azért nem indult el a háború. Itt már gettósok vannak, ide spónoljon le ballaszosokat, ide-e. Na. Oho, kettő is itt van. Ami marad, az a harag, egy-két húz meg, és kirobbantottam egy banda háború, srácok. Hihetetlen jó. Oké, az utolsó előtti ballaszt területért harcolunk most meg férfi módjára remélhetőleg. És nem kislány módjára fognak harcolni ezek a homokosok. Jó van, ez közepesen védett terület lesz. Ó, és itt van pár Grove Street-es, megpróbálnak ők is besegíteni nekem. Egy dagaddisznó maradt, de hát ő is elég gyönge lélek volt, szóval inkább kinyírtam, ne szenvedjen. Na vagosz, vagy ő ballasz, lehet jönni, lehet jönni. Utolsó előtti területetek, ezt nagyon meg kell védenetek, mert hogyha ezt is elveszem tőletek, az utolsó területek védelme az már semmi. Mert ugye ott van a tengerparton, szóval teljesen kipüstölöm Los Santosból a ballaszt, srácok. Az utolsó példányokat látjuk belőle, hát nem igazából, mert az utolsó küldime is lesznek, hiába foglalom el tőlük a területet, de utána már nem találkozhattok velük. Aztok! Ez mi a picsám volt? Ez mi volt, srácok? Hogyha ezt valaki mondja nekem, hogy ez mi volt. Ott álltam, leszpónolták mellém kettőt, belém lőttek, és megdöglöttem. Az a kurva anyátoknak a szerencséje van, köcsög ballaszosok, hogy éjjel veszem fel ezt a videót, és a család már alszik, és nem fogok miattatok egy nagyot rage-elni. De úgy őszintén szóval rohadjatok meg, köcsög rockstárosok. Ez mekkora csalás volt, srácok. Hát láttátok, utolsó szint, első kettő gond nélkül megvolt, érdekes módon belém leszpónoltak 20 darab ballaszt mellém, mindegyiket AK-47-tel felszerelve. Jól van, rohadékok, jól van. Ezt nagyon csúnyán megbosszolom, minigunnal lövöm szét a fejeteket, most csak úgy szólok. De előtte megpróbálom a tengerparti területet megszerezni, srácok. Oda még egyet se spónolt le ez idáig. Remélhetően most oda is spónol le pár embert. És közben iszok, mert kezdek kiszáradni. Ez így kurva jó, amúgy nagyon tetszik, nézzétek már, srácok. Majdnem egész Los Santos a miénk, még ez a két terület. Hol van? Azt is úgy döntött a játék, hogy elfoglaltnak tekinti? Nem mondjátok! Nekem adta a játék a területet, srácok. Ez most milyen bug már? Bebugolt a játék, srácok. Bebugolt a játék, azt a területet nekem adta. Pedig ott még lett volna egy szint. Hát köszönöm szépen, akkor nem rage-elek. Akkor nem rage-elek. Akkor azért mondom, valami csalás volt itt a végén, hát meghűlt a játék.
Egy másodperc alatt kinyírtak, viszont a terület az enyém lett, hát köszönöm szépen. Ez pedig azt jelenti, hogy ez az utolsó, nézzétek már srácok, ez egy terület lila, aztán egész Los Santos zöld. Ez de tetszik már nekem. Nyami. Erre kicsapjátok szerintem páran. Na jó, nem. Max én. Na jó, nem. Ne essünk túlzásokba azért, de tényleg nagy öröm számomra, hogy megszereztem. Jól van. Persze, hogy ne kiabáljuk el, mert tényleg, de nézzétek meg, srácok, nem spónol le senkit. Még civileket se erre a területre. Szóval ezt egy kicsit nehéz lesz megszerezni. A virággal kéne megölni Big Smoke-ot amúgy. Az de durva lenne. Tényleg nem spónol le, de itt van kettő is. De még egyet ki kéne nyírnom, hogy el tudjam indítani a banda háborút. Ajaj, még egy ballaszos, csak még egy ballaszos dobjon le a játék. Please, egy utolsó ballaszost kérek, semmi mást. Ballasszal álmodtam, vágosszal harcoltam. Tűrűrűrű, tűrű, tűrűrűrűrű. Na gyerünk. Nem fog leszpónolni egy ballaszos se. De, oda leszpónolt többet is. És kirobbantotta egy bandáborút, srácok. Utolsó harc, csak ki ne nyírjon a rendőrség. Ez de nagy kicseszés, hogy így levitték az életemet. Húzzatok már elfele innen, banda háborúban vagyok, rohadékok. De ez mi volt már? Jó van így, persze, hogy nem szerzem meg a területet. Kinyírnak. A faszopú rendőröket, hogy húzzam a péniszemre, már komolyan mondom. Utolsó részben is kellenek a csúnya szavak, persze. Istenem, nincsenek ezek a rohadt rendőrök, már enyém lenne rég a terület. Mindjárt beírom az Aezakmit így utoljára. Nem rontaná le a 100%-ot, akkor így be is írnám trollkodásként itt az utolsó részre. Most komolyan srácok, ezek a szar rendőrök, csak ezek ne lennének. Sokkal könnyebb lenne az élet. Persze a San Andreasban mondom. Mielőtt itt valaki kiforgatná a szavaimat, ebben a játékban nem kellenek rendőrök. Mi a szarnak? Csak izé idegességet okoznak az embernek. Na nézzük, most persze nem fog leszponolni egy ballaszos sem, mert miért tenni. Most sponoltak le először erre a területre, de a játéknak ilyenkor is ki kell basznia velem, persze. Na ott megint vannak mondjuk. Gyertek rohadékok, gyertek, akkor vívjunk meg. Akkor csapjunk össze, üssünk össze. Na srácok, az utolsó banda háború. Jól megnézni, ez a tök utolsó. Nem lesz több, ha csak meg nem döglök. Nem lesz több. Szóval akkor 1-2H, hajrá Grove Street. Megszerezzük tőlük az utolsó területüket is. Baseball ütővel védik. Még egyébként az árust, az ételárust is kinyírtam. És túléltem az első hullámot. Kipukkantom még a sofőrt is. Soha nem értettem ezeknek a lényegét, hogy miért támadnak autóval minket, mikor szart sem érnek. Na mindegy. Ezt már soha nem fogjuk megtudni, majd valamikor megkérdezem a rockstarosoktól, fölhívom őket, fölhívom az ügyfélszolgálatot. Az igen, meghalt az eladó, de azért kaját tudok venni. Az úgy jó. Jajaj. Ho, csak ésszel. Még egyszer nem fogtok megdögleszteni itt a legvégére, azt felejtsétek el. Rage-eltem én már eleget ebbe a 70 részbe. Szerintem nem is volt olyan rész, ami rage nélkül elmúlt. Jó, mondjuk egy-kettő lehet volt, de azért nem kell rage-elés itt minden részre. Pont elég volt a Rage-ből. Na nézzük, utolsó hullám jön, és akkor egész Los Santos az én irányításom alatt lesz királyság. Gyertek csak rohadékok, gyertek csak. Mindenkit megkínálok egy kis M4-essel. Gyertek. És enyém, ez a terület a tiéd. Az enyém, mine. Tehát ez azt jelenti, srácok, hogy az egész Los Santos pillanatokon belül látható is lesz. Az egész Los Santos zöld. Azt a kurva életbe. Hát nagyon sokat harcoltam érte, de megérte. Leszkrinsatolom. F10. Megszereztem az egész várost. Elképesztő. Jól van. Akkor terület irányítás alatt elve most a statisztikába ki is írják. 100%. Oké. Akkor nincs más hátra, srácok. Indítsuk el a Final Mission-t. Kiirtottam a ballaszt és a vagoszt. A Los Santosból megnézzük a triatlont esetleg, hogy el tudom-e indítani, hogyha nem, akkor jön az utolsó küldi, és nem szarcsizunk tovább. Szóval imádkozzatok azért, srácok, hogy most el tudjam indítani a triatlont, mert akkor annyival hosszabb lesz a rész, de hogyha nem tudom, akkor sajnos itt over.
Mondjuk nem most fogom abba hagyni, mert még van egy küldi. Na, itt kéne elindítani egyébként, rájöttem. De nincs itt a piros jel, szóval nem lesz akkor triatlonozás, ez kimarad. Az én végigjátszásomban, na mindegy, ennyi baj legyen. Akkor elindulunk a harcba. Utolsó küldetés, coming. Eljött a pillanat, tehát srácok. Los Santost, elfoglaltam az egészet. Lássuk az utolsó küldit. Édesanyám, így utoljára adj nekem szerencsét. Ha most szerencsét hozol, akkor megcsókolom kicsi szádat és leköpöm a ticéidet. Akkor ki van még itt? Sweet, Candle, adjatok szerencsét. CJ, ott vagyok még én, Vézna koromból. Vézna Bob, az volt akkoriban még a becenevem, ott vagyok én. Egyébként nem vettem fel a kevés minigant, ez a pont kevés még elég lesz az utolsó küldire. És akkor a legnagyobb erőt adó személy, Cica, segíts nekem. Elvesztél kis cicám, de most, érted is, harcba szállok, a Ballas és Smoke téged is elrabolt, de remélem, hogy nem ettek meg. Hogyha nem, akkor most megmentelek. Cicus. Szóval akkor srácok, itt vagyunk, kezdjük. Utolsó küldetés. Elfoglaltam ugye néhány perc előtt egész Los Santos, minden zöld, minden egyes terület az enyém. Nincsen már olyan, hogy Ballas és Vagos, minden a Grove Street-é. Lássuk tehát az utolsó küldetést. A végső leszámolás. A történet vége. Sweet! Hol vagy, bro? Bújj elő a barlangodból. What's up? Eljött Smoke. Smoke ideje. Johnson Brothers alkalmasak rá, hogy leszedjék a hájas disznót. Szóval elérte. Az igen, kigyulladtam. Ez igen, kigyulladtam. Nagyon vad. Engem nem zavar, mert ugye megcsináltam a tűzoltós melléküldit, így nem tudok meghalni tűz által. De miért régek? Ez most bug. Ez most több, mint valószínűleg bug. De ez egy nagyon vad bug. Ez igen. Lángokban ég a szívem. Miért nincs már az, hogy te meg én? Semmi nem olyan, mint a legelején. Szívemen túl nagy. Na jó, kezdjük inkább. Beülök, és kigyullad az autó. Hát beszarok, tölthetem be újra a játékását. Hát ilyen bug még soha nem volt velem. Na mindegy, lássuk akkor újra. Remélem jó elmentést töltöttem be. Igen, jót töltöttem be. Akkor kezdjük tehát. Történet vége, ezt már láttuk egyszer. Üljünk be az autóba, Sweet-tel. Hát ilyen bug tényleg nem volt még velem. Közben itt az Eonosok nagyon szarul végzik a munkájukat, mert eléggé szarok a villanyoszlopok. Na mindegy, kezdjük akkor. Biztos vagy benne, tesó, hogy Los Santos keleti részén van a házsák. Los Flores oldalán néhány öreg épület és egy raktár. Jobb, ha meghal. Kivégezzük. Ó, de jó, utcsó küldiben gettósokat látni. Kipusztult teljes rivális banda. Tehát mindenkit kinyírtam, srácok, ez rohadt jól néz ki, na. Johnson fiúk kiválogatják a szarokat, ideges. Na, Sweet, te is ideges vagy? Talán az éjjel nem tudta a Candy Sucks-ra rejszolni. Gondolom ez áll a dolgok rejtélyében. És hát akkor, ja, megérkezünk Big Smoke erdőjébe, Elite erdőjébe. Elég hülye neve van a helynek, na mindegy, nézzük tehát az utolsó előtti átvezetőt. Azt hiszem. Na. Most nem pofázok be, most nem poénkodom el. Nézzük végig. És ezt értette, só. Ezt mindannyiunkért. A Grove Streetért, baby. Oké, baby, megcsináljuk. Szükséged van rám? Tudod, hol találsz. Kétségtelenül, mindig számíthattam rád, tesó. Attól függetlenül szar voltál, Sweet, mert soha nem tudtál segíteni, de tényleg kétségtelenül mindig számíthattam rád. Igazi bro vagy. És akkor erősen védik az Elite erdődet, vagy erődöt. Csak egyetlen udozat be, de az ajtót bezárták. Egyedül úgy juthatsz át azon a megerősített bejáraton, ha ledöntöd. Egy SWAT tankhoz hasonló nehéz jármű könnyedén betörhetné a bejáratot. Ez jól hangzik. Megszerezzük azt a SWAT járművet. Itt még láthatunk pár vagoszos, de ugye ez csak az utolsó küldi kedvéért. Utána már eltűnnek végleg elvileg. Azért leszedem őket. Jó, ők sem zavarnak már be. Sweet, egyébként most golyóálló a minigun. Tehát, vagy a Greenwood, tehát még minigunt is lőhetnék bele. Szart sem érne. Gránátot is kibírja. Szóval, tehát látható. Elpusztíthatatlan. Szóval akkor nézzük a Final Mission-t. Be fogunk törni ide. Igazából CJ elmondta a szlogenét, a szarcsi dumáját.
hogy ezt a melót egyedül hajtja végre. Egyedül nyírjuk ki Smoke-ot, és egyedül nyírok ki mindenkit, mert amikor legnagyobb szüksége volt rám a Groove-nak, akkor vegan éltem Liberty City-ben. Sweet vagy CJ most elégtételt akar tenni a tesónak, ezért ő oldja meg a nehéz feladatot, oké? Okay? Megszerezzük a SWAT-os kocsit, engem ne lőjetek, szarjankók. Én segítettem kinyírni a ballaszt, ezt értékeljétek, a jármű meg már az én tulajdonom. Köszi, köszi, lehet lőni. Használd a SWAT tankot, hogy betörd Big Smoke elit erdőjének a bejáratánál. Oké, okay. betörök. Azok a régmúlt szép idők. Közel a fal, nyugtalan. Azt a kurva derazán betörtem. Gyertek ide, szarjankók. Senki sem éli túl. Gyertek csak. Ennyivel kinyírtam a ballaszt. Na nézzük. Nézzük, bejutottam Big Smoke tanyájára. Most pedig irány a halálba, Smoke. Kinyírlak, te dagad geci. Lejárt az időd, már bocsánat, most tényleg készüljetek fel a csúnya beszédre, srácok. Én nagyon meg vagyok haragudva Smoke-ra, most pedig megbüntetem. Szétkúrták az örömlányt, de amikor fegyvert fogok rá, egyből fölkelt. Bocsi, nem hagyhatok szemtanúkat. Na húzzunk befele. Első emelet, biztonsági zóna. Na nézzük. Smoke a negyedik emeleten van ebben a lakónegyedben. Juss keresztül három emeleten, hogy oda juss. Smoke-ot nagyon erősen védik, srácok. A ballaszosok, a vagoszosok. Védi még akkor a szemférói rifa banda is. És tényleg mindenféle ratyi, még az oroszok is védik Smoke-ot. Tehát az összes létező banda a játékban Big Smoke-ot védi. Természetesen a Triádot és a Grove Street-et, meg a Variolos Aztékaszt leszámítva. Ők velünk vannak, ezek a bandák. A többik szutykok, többit mindet ki kell nyírni. Gyertek, rohadékok, senki nem állhat az utamba, senki. Mindenkit kinyírok, ugye látható, hogy vagoszosok, ballaszosok, ezek védik. Ez igen, CJ, micsoda szájplasztikád volt. Az újad meg ilyen ógre új. Na mindegy, törjünk be. Jajaj. Itt vannak ám bizony, elég sokan. Az kiszedve, oké. Hiába vagytok, jöhet ide fél Oroszország, akkor sem fogjátok megvédeni Big Smoke-ot. Akkor sem fogjátok megvédeni a nagy füstöt. Jajaj, legrosszabb portározott be CJ. Ezért nagyot tudok rage-elni. Oké, most szaladjunk ki, ki kell futni, srácok. Csak mert itt van egy golyóálló mellény, oké. És akkor most vissza. Oha, még SWAT-osok, beszarok, még a SWAT is Smoke-ot védi. Ilyen nincs. Még ezek is korruptak lettek, hogy a házsákot védjék. Hát behalok ezen, komolyan mondom. Van, bangúr, gyertek. Oké, jöhet mindenki. Mindenkit kinyírok. Gyere ide, vagoszos kispöcs. Gyere ide, félmeztelen tetves vagosz. Enyém vagy. Mindenki az enyém, mindenki az enyém. Nem vagyok buzi, de akkor is mindenki az enyém. Mindenkit magamévá teszek. Enyém az egész város. Smoke-ot pedig kinyírom. És közben helyezkedek, mert szarul ülök. Na. Akkor jajajaj, de megijesztetted a kis pöcshuszár. Jajaj, elég nagy mágus volt. Gyerünk. Akkor is lekésellek, te koca. Oké, megdöglött a koca. Nézzük, itt mi van. Egy jó kis soti, ilyenem van nekem is. Kaptunk hozzá pár lőszert, egy élet, egy golyóállónak jobban ültem volna, na mindegy. Nagyon nem voltak erősek ezek az emberek, simán túljutottam rajtuk, és második emelet, kábítószerlabor. Na Smoke, most már csak két emelet választ el tőled, most már a harmadik emelet fele megyek. Tűrű. Hú, milyen headshotot osztottam ki neki, azt a kurva. Na itt viszont már M4-esekkel vannak felszerelve srácok, szóval ez kemény lesz a legnehezebbekre felszámítani, vagy fölkészülni. Na nézzük, mint látható, ugye itt egy San Fierói rifa, ezek Mike Torino-nak volt, nem Mike Torino-nak, de neki is az emberei voltak, de igazából T-Bone Mendeznek voltak főleg az emberei. Ezt a szartervje föl lehetne robbantani, csak nekem soha nem sikerült. Vagy nem lehet fölrobbantani, az utolsó átvezetőben, hogy a Tempeni fölrobbantja, szóval ezért érdekes. Oké, ezt kinyírtam. Ne szarcsizzatok velem, homokosok. Ezek pedig ugye a drogosok, droglabor tagjai. Ezek... Ezek pedig akkor tevékenykedtek a játékban, amikor ugye San Fierróban Big Smoke-nak a droggyárát, drogüzemét fölrobbantottam a gecibe. Na bocsánat a csúnya szóért, ezek akkor szerepeltek, az ilyen maszkos csávók. Azóta nem láttuk őket, meg azelőtt se.
Miért nem döglik meg? Miért nem döglesz meg, te pöcs? Oké, megdöglött, jújjúj. Ujjúj. Még kilő engem. Ja, thanks bitch. Jaj, CJ. Thanks bitch. Jaj. Nagyon kemények valakik. Ja, hogy mi megjött egy-két rifa. Az igen, eddig nem volt itt senki. De milyen hülye név mász, hogy rifa srácok. Most nem azért. Ilyen szar nevet én még nem hallottam. Lenne saját bandám, biztos nem az lenne a neve, hogy San Férói rifa. Hanem, Grove Street rifa. Na nem, de tényleg rifa. Hát ez geci szarul hangzik, na mindegy. Ezt is túléltük. És akkor már a harmadik emeleten vagyunk, ballasz nappalia. Hát Smoke, lejárt az időt, tesó. Már csak egy emelet választ el tőled. Már csak egy emeletre vagyunk egymástól. Ennek is a fejét vettem. És könyörtelenül kinyírlak, te dagad disznó. Itt vagyok már a ballasz nappaliában. Itt a vagosz meg az oroszok, mindenki itt van, mindenki itt van. Ez a hely egy kicsit Mad Dognak a kérójához hasonlít egyébként. Tényleg itt az orosz genyók, az örömlány, mert mindenki a dagad disznót védi, kivéve én ki akarom nyírni, és ki is fogom nyírni Smoke-ot perceken belül. Egyébként az ember azt hinné, hogy olyan hú de jól védik Smoke-ot, de igazából nem olyan kemények ezek az ellenfelek, gond nélkül végig randaríroztam rajtuk. Egy-két banda területet nehezebb volt megszerezni, mint ezeket kinyírni. Na Smoke, csak ilyen kis védelmed volt? Azt hittem jobban bebiztosítod magadat. Oha, lelőttem az örömlányt, meg lelövöm a ruszkit is, oké. Okay. Ajaj, ott egy másik ruszki. Csak óvatosan, gyere ide tesó. Hol van, ez megölte magát, vagy mi a szar? Ez megölte magát. Jézusom, megölte magát a ruszki. Vagy nem, hol van? Ott van. Bizony, elbújt egy kicsit a homokos. Oké, itt nincs ruszki. Örömlány, te sem élheted túl természetesen ezt a csatát. Mindenkit kinyírok, itt nem maradnak szemtanúk. Oké, és akkor utolsó pillanatok. Smoke, lejárt az időd. Menj, kapd el Big Smoke-ot. Eljött a nagy pillanat, átléptünk mindenkin, srácok. Egy kicsit még iszok, nézzük meg ezt a szexi lábtörlőt. Not welcome, Rockstar North. Az igen. És akkor most berúgom az ajtót, ott lesz Ben Big Smoke, na lássuk! Smoke, te dagad geci! Most véged van! Hey Smoke! Te meg mikor jöttél? Most jöttem ide, te dagadék! Most kinyírlak, Smoke! Én öreg kutyám volt! Nem voltam a kutyát soha! Tudd meg, te homokos! Hiába hívtál a babydnek, a babyd sem voltam, mert nem vagyok buzi, mint te. Most kinyírnak, szétrugom a dagadt hájas seggedet. Miért kellett átállnod a ballaszhoz? Mi van? Te áruló, szutyadék, Smoke. Véged van. Kicsinállak. Jó ez a szar, mi? Tenpenny bekaphatja, akkor miért dolgoztál vele, te szarjankó? Beszartál, aztán átállta a crashbe. Te. Enyém az egész világ, igen. Mit csináltál meg? A pénz meg a drog elcsábított egy gyökér. Fűves állat. Egyébként a fű ölte meg Smoke-nak az agyát. Nézzétek meg, milyen elmevetek lett. Ez nem volt sose ilyen gyógyós. Jó, akkor megcsináljuk ezt a szart. Akkor fogjál fegyvert, Smoke. Kinyírlak. Kinyírlak a gecibe, Smoke. Csalódtam benned. Azt hittem, hogy gangster voltál, Smoke. De most csalódtam. És azért kinyírlak. Somebody save the Smoke. Nem fogja senki sem megmenteni a Smoke-ot. A füstöt nem menti meg senki. Jó van, azért kicsit ne flagmázzunk már ennyire. Mert még a végén elcseszem. Azt hittem, hogy így gond nélkül meg tudom ölni a Smoke-ot. Na gyorsan, srácok, utol akarom érni. Ajaj, nem tud futni a dagat. Gyere, Smoke! Bom, bom, bom! Rúgjad! Adjál neki, CJ! Azaz! Rúgjad! Wham! Smoke lekapcsolta a világítást. Hogy kapcsolta, amikor itt van? Gyere, Smoke! Darabokra szakítod a szívemet, úgy fáj! Most ezt a családért kapod, ezt a Grove Streetért, ezt a Sweetért, ezt értem, ezt Brianért elspawnolt, Smoke. Ez mi a szar volt már? Akkor gyere, Smoke, gyere, te dagadék! Gyere, akkor vívjunk meg!
Jújjúj. Fölveszem az éjjellátómat. Mert nekem ugye ilyen nem is van. Hú, egy kicsit megfajdítottam a fejemet, de semmi baj. Smoke jó, kinyírlak. Érted? Na már, rifa. Hülye rifa. Oké, véged van, Smoke, véged van. Senki nem menti meg a Smoke-ot. A füstöt nem menti meg senki. Lekésellek és elvágom a torkát végül. Á, nem tudom elvágni a torkát, az a baj. És megdöglött a vén hájzsák. Még fölugrott, de megöltem. Itt a vége. Mi húztad fel magadat, te hájzsák? Ezért megálltál átárni a Ballashoz? A drogok miatt? Pénz miatt koptak el hatalom, te? Most jobb? Ezért megérte, ember? Megérte? Egy család voltunk, barátom. El sem lehetett választani minket, mint az édes testvérek, olyanok voltunk. Amikor már nem leszek, mindenki emlékezni fog a nevemre. Big Smoke! És megdöglött Big Smoke. Senki nem fog a nevedre emlékezni, te dagad disznó. Elátkozlak, Smoke. Na jó, te átkoztál meg Max engem, de megöltelek. CJ egy kicsit könnyeket hullajt, nagy áruló volt. Na és akkor itt a másik jó madár. Carl Johnson, az emberem. Itt van ez a rohadt Frank Tempeni. Igen, megöltem Pulaskit, most meg ezt a HS szart. Ne vedd a szádra, mert a barátom volt sokáig, jó? Csak én kritizálhatom. Nem fogsz kijutni innen élve, Tempeni. Nem fogsz többet baszakodni velem. Ja, sok lehetőséged volt amúgy rá, hogy kinyírja. Nem pakolok a táskába. Nincs időt szarakodni. Mi? Hova sietsz? Megy a izé? Megy a menstruációd? Vagy hova sietsz te? Szarjankó. Valahogy nem tudom, mit pakolom úgy itt be az izé CJ a táskába. Soha nem értettem. Talán Smoke-nak a füvét? Na mindegy, ez hülyeség lenne szerintem. Na, jó van, Tempeni, a felem mondani valódat le se fordították a magyarítók. Ja, valamit kivett a Smoke kezébe, azt rakta oda. El kell kapnom egy tűzoltókocsit. Na, majd meglátjuk, hogy ki kap el kicsodát. Kinyírjuk egyébként Tempenit is. Figyeljetek, srácok, átgurította azon a PlayStation-on CJ. Félváros zsarút keresi, megöljék őket. Na gyere, gyere! Jó van, ne pazarold a hülye szlogenedet, izé Tempeni. Küzdjünk meg! Üssünk össze! Ding, 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 ding! Jézusom! Napmén, megköszönöd ezt nekem, hogy kinyisd a kurva szemeidet. Na mi van? Ó, még betározol. Sweet! Jó van. Itt jól átbaszta egyébként CJ a Tempenit. Ez meg akkor analfabéta. Még nincs vége. Persze, ő szarrá tudta egyébként ezt a cuccot lőni. Erről beszéltem, ugye az előbb. Ő fel tudta robbantani, persze. Épület világítása kikapcsolt, minden elkezdett lángolni. Jó van, engem a lángok nem zavarnak, mert tűzálló vagyok. Hát Smoke, ezt elbosztott, bátya. Azért még egy párat beléd lövök, mert ezt megérdemlette, rohadék. Dögölj meg, Smoke, a kurva anyádat, te hájazsák. Utállak. Én barátomként tekintettem rá, testvéremként, de elárultál. Dagadt hájzsák, na menjünk innen, srácok, meggyaláztam eléggé ezt a dagadtot, még le is köpném legszesen, kicsit megtaposom, tökörrúgom, vagy tök helyen, ki tudja, lehet, hogy puncia volt, lehet, hogy semleges volt, ennyi volt, Smoke, lejárt az idője a hájzsáknak. Oké, éjjellátó föl, és akkor távozzunk innen, néhány percünk van elhagyni az épületet, gyertek, kifele út az nem tudom nehezebb lesz-e. Már rég vittem ki a San Andreas-t, így utolsó küldig. Gyertek, éjjellátó nélkül egyébként sokkal jobban látni minden szerintem. Na gyerünk! Jajaj! Hojjajaj! Menj már innen, tesóm! Várjatok, srácok, kicsit el kell helyezkednem, élőben nagyon szarul ültem. Elkényelmesedtem így az utolsó részre! Azt a kurva életbe de megijesztettek. Mi itt lősz, buzi Ballas? Nem kell lőni, nem két hepcia. Gyertek! Ez már a harmad... Jajaj! Uha! Mocskos Ballas, oké. Megdöglött, az utolsó Ballasosokat nyírjuk ki egyébként. Mondom, többet már nem lesznek itt ezek. Na jó, itt kell egy éjjellátó mindenféleképpen. Mondom, éjjellátó. CJ, tudod mi az? Oké. Ez miért oltotta a tüzet amúgy? Na mindegy, nekem nem kell eloltani a tüzet, nem? Én át tudok menni az ajtó, nekem nem kell ilyen. Mert ugye én tűzálló vagyok. Na itt kéne elvenni viszont az izét.
Azért érdemes csak elölteni a tüzet, hogy lássunk is valamit. Így gyorsan lerambózok, megpróbálok legalábbis. Aztán ott nyílt harcban fölveszem velük a küzdelmet. Mint látható, engem elért a tűz, de igazából sebezni nem tud. Na, húzzunk bele, nehogy mit még a végére kinyírjon, mert itt elkomolytalankodom a dolgokat. Gyertek ide, segdugaszok, gyertek, kinyírok mindenkit. Kinyírok mindenkit, gyertek ezerrel. Mindenkit vár a papa. Lehet jönni? Lehet jönni, hölgyek urak? Pontosabban itt csak hölgyek vannak, de én azokat is kinyírom. Tetves Ballas, tetves Vagos, rohadt ruszkik, az összeset utálom, ruszkik haza, Ballasosok pedig el Los Santosból. Oké. Okay. Ajaj. Itt még egy homokos. Lekésellek, gaci. Oké. Okay. Tökön szúrtam, vagyis tök helyen. Ezt meg lelőttem, ezt is lelövöm. Erre kell jönnöm? A francokat kell erre jönnöm, itt csak egy élet van. Azért fölveszem. Ez így jó amúgy, ezért hasznos a mellékküldi, a... Melyik mellékküldis? A tűzoltós mellékküldi, ugye a tűzállóság. Nyilván ez nagyon sokat ad nekünk pluszban. Gyertek ide ti tacskók, mindenkit kinyírok. Big Smoke halott, minek lövöldöztök itt már? Tempeni faszát szopjátok most, hogy már nincsen Big Smoke? Ezért volt egy semmire való banda ez a Ballas, mert az összes korrupt szar banda volt itt a játékban. Gyorsan ki kell húzni, miatt itt kinyírnának. Jajjaj, kéne egy életerő vagy valami. Jó, ott egy golyóálló. De megint fölveszem az éjjellátót, mert semmit nem láttam. Oké. Okay. Lassan kiérünk, remélem. Most nem tudom, hol vagyunk, de ideje lenne a végéhez érni. Oké, okay, itt le, és most érünk ki elvileg a földszintre. Kelet-Los Santos, ez már földszint lesz. Akkor itt kirambózunk. Gyertek ide, búzik! Több mint 3 percünk van, még jó van, ez már gond nélkül fog sikerülni. Tűrű, tűrű. Oké, levesszük az éjjellátót, és akkor akciófilmbe illő jelenet. Ez tényleg szép lesz. CJ, az igazi csoki fiú, átsprintel a robbanáson, és utána robban minden. Tényleg akciófilmbe illő jelenet. Smoke-nak az egész tanyája leégett. Ennyit a házsákról. Kicsináltuk sikeresen. De még nincs vége. Még nincs vége, srácok, az utolsó küldinek. Ugyanis. Ugyanis. Tempeni meglógott. Sweet pedig azt hiszi, hogy ő a híró. I need a hero. Tiri-di. Tiri-tiri-di-di-di. The sky. És Sweet akkor a gyökér volt, hogy Tempeni után ugrott a tűzoltóautóra. Na jó, most egyszer nem gyökér. Most egyszer bizonyította be Sweet, hogy ő teljes mértékben tökös gyerek, és megpróbál jóvá tenni minden hibáját. Most ráugrott a tűzoltóautóra. Most Tempenit kell elkapnunk, srácok, egyébként. És itt kell vigyázni, nehogy Sweetet lejtse. Mert ha lejti Sweetet, akkor mission fail. Oh my excess living Texas, jó zene szól a kérózon. Egyébként hiába szórják itt most ezerrel a molotovokat, meg mindent, nem kell félni, srácok, egy törésálló és egy lövésálló autó, amivel jelenleg közlekedünk, szóval tényleg nem kell félni. Ez megsemmisíthetetlen, csak sajnos megtartani nem tudjuk, na mindegy, ez már úgyis utolsó küldi. Akkor inkább Oh My Access-t hallgatsunk. My Access Leaving Texas. Oh, Tempeni, te szarjankó. Régen nagyon féltem egyébként ettől a külditől, mikor ez a rész volt. Hogy izé, én biztos mission failed-et kapok, mert dobják a molotov koktélokat. De nem kaptam. Sebezhetetlen ez a jármű. És egy kicsit térjünk át a hepajkodásra, a trollkodásra, a viccelődésre, meg a sztorira. Ugye tényleg most elpatkolt az a hájzsák, az a kovászos uborka, Big Smoke. Most pedig Tempeni meglépett a fűvel, az anyaggal. És el akarja hagyni Los Santost, és egész San Andreasból menekülőre veszi az irányt, de Sweet ezt nem hagyta, mi pedig üldözzük Tempenit, nem léphet meg egyszerűen. Nem léphet meg Tempeni, srácok, meg kell állítanunk mindenféleképpen. Egy kis autós üldözés, ez igazából utolsó perceink ezek a San Andreas végigjátszásban. Azt hittem kigyulladtunk, meglepődtem volna. Menjél már el innen. De ami az így nagyon jó, hogy tényleg sérülés álló az a autó. Hold the line! Utolsó részre a KDS-t én bevállaljam. Tű. Jó, nem merem bevállalni, bocsánat srácok, tudom, hogy jó zene, imádom, de nem merem.
Nem kell ide némítás az utolsó része. Mit mondott közben? Sweet, nem tudtam elolvasni. Megjött a mensie, vagy mit mondott? Nem figyeltem tényleg. Na mindegy. Hamarosan vége az utolsó küldinek is. Ez egy elég foscsi zene, esefur. Tiriri. Az igen Sweet, mint egy majom úgy kapaszkodik. Most nem akarod megbántani tesó, de ez tényleg eléggé gáz. Hogy lehet így kapaszkodni? Mindegy, nézzük vissza megint a K-Rose-ra, hát ha jó zene szólott is. Vamonsz, a zsaru ott lóg Sweet kezén. Menj a kocsival közel hozzá, arra az esetre, ha leesne. Ajaj, ajaj, jújjúj, ezt most csesztem el szerintem srácok, jújjúj. Gyorsan le fogja ejteni Sweetet. Jajaj, Sweet, 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 itt vagyok tesóm, Sweet, azaz. Itt vagyok bátyja, nem hagytam, hogy megdögölj, Sweet. És innentől kezdve srácok, akcióba lépünk mi. Ilyen még sosem volt a játékban. Nem mi fogunk vezetni, hanem Sweet fog vezetni, és miénk lesz a lövöldözés. Na nézzük, lelőjük ezt a motherfuckert. Oké, ott maradt, körbenézett használat, kurva jó, végre nem mi vezetünk. Gyerünk, elpusztíthatatlanok vagyunk, minden. Nézd a hátsónkat, zsaruk a nyomunkban. És igen, ilyen akciódós lövöldözéssel zárjuk le a végigjátszást, utolsó jelenetek ezek már, ugyanis. Szarrá lövő mindenkit, ez az autó már megsemmisíthető, szóval ezzel már kicsit vigyázni kell. Vagyis hát most így már megsemmisíthetőek vagyunk, hogy nem mi vezetünk. Vagosz felkelők közelednek, de nem értem, hogy honnan szalajtották itt a végére a vagoszt a készítők, mikor már kinyírtam az összes vagoszt. Minden terület az enyém, hát látszik is a térképen, na mindegy. Szóval egy kicsit, de én nem mondom, de gyorsítsál már föl. Eléggé lassú mamóka tempóban nyomod a vezetés, Sweet. Ez nekem nem tetszik. Fő a biztonság nálad, de nem nálam. Gyorsabban már, Sweet. Ez pontosíts arra, hogy távol tarts ezeket. Jó van, távol tartom őket. Jó, de jó lenne egy holdalány, de hát nem merem. Ajaj, ajaj. Lőjünk mindenkit, gyerünk, Sweet. Ja, hogy... Bocsánat, én mondom rosszul, hát... Miért azt mondom, hogy gyerünk, Sweet? Hát mondjuk, ja, gyerünk, Sweet, te vezetsz. Gyorsabban, Sweet. Jaj, mert ez itt fog robbanni a seggünkbe. Jaj, forró a seggem. Érzem, mert belém robban ez a szar. Jól van. Oké, ott fut az örömlány a tévével. Még így utoljára megteszi. Ha most a motorokkal veszik irány, hogy izé üldöző betempen itt. Igen, minket is most a motorokkal is üldöznek. Hát nem volt olyan nehéz szerintem a Final Mission egyébként. Kiskoromban is emlékszem ezeket elsőre vagy másodikra, maximum másodikra tudtam megcsinálni. Igaz, hogy akkor hackkel játszottam. Most pedig srácok pár másodperc múlva életemben először hack nélkül, ráadásul 100%-ra viszem ki a San Andreas. Még hackkel sem vittem ki 100%-ra soha. Már nem is gyúrtam még erre soha. Úgyhogy ez nekem nagy dolog. Ó, jó zene szól nagyjából a kérózom. Így a végére, KDST. Get down! Jó van, most már nem a izé szól. Nem a holdalány, szóval egy kis get down. És elnézést srácok, lehet, hogy sokan egy kicsit poénosabb final részre számítottatok. Hogyha ezt meg tudtam volna valósítani, hogy nem este kelljen fölvennem, akkor valószínűleg több poén is lett volna. Viszont napközben nem lesz nagyon időm videót fölvenni, szóval ja. Család meg alszik, azért tekintettel kell lenni rájuk nyilván. Nehogy már itt rage-eljenek nekem, hogy mit csinálok itt korai éjjel. Biztos azt hinnék, hogy pappolok, ha itt nagyon hangos lennék. Szóval csak ésszel és egy kis mésszel kinyírjuk a zsernyákokat. Most már csak a zsernyákok vesznek minket üldözőbe, még egy kicsit azért védik a szaros tempen itt. Az igen, a civil ember dobálta itt, az NPC karakter dobálta itt a molotov koktélokat. Na srácok, tempeni pedig az utolsókat rúgja, ha csak most nem robban fel az autónk. Jaj, a Sweet, ne bassz fel. Most szerintem ezt most elcsesztem őszintén szólva. Jó, nem csesztem el, beszkriptelték. Oké, az is mindjárt fölrobban. És akkor már robbanjon fel, az is srácok, utolsó másodpercek, tempeni befordult, és innentől kezdve már nem enyém az irányítás. Kezd elmenni az esze! Elkaptuk a rohadékot, itt a vége srácok, kivittük. Innentől kezdve már nem enyém az irányítás. Már csak átvezető. Bum. Hát igen, rohadt akciódus. Akciófilmbe illő, meg pornófilmbe illő, halált, halt, tempeni. Mert ezt nem élte túl, ezt még Berényi Miklós unokája tempeni sem élte túl. Sőt, ezt még maga Berényi Miklós sem élhette volna túl. Megdöglött. Na nézzük az utolsó átvezetőnket. Come on, asshole!
Come on, Esos, elbírok veletek. Hát nem így tűnik, te seggfej. Te rinyapina, megdöglöttél. Utolsó mondatai ennek a buzinak, mindjárt összerógy. Ne, Obi, nyáljál már. Amúgy ezt le se fordították, hogy mit üvöltözik. Gyerünk, hé. Mindenki szarik a fejedre, mindenki kell akar nyírni. Nem tűnik föl, te korrupt szarjankó. Fúj. Utáltan első pillanattól kezdve tempenit, srácok. Én nagyon örülök neki, hogy megdöglött. Soha sem értettétek meg, hogy mit tettem. Miért mit tettél, te? 50 magam folyt, és rendben lenne a város. Aha. Persze, persze. Jó van. Okádjál még egy utolsót, de ne a Grove Street-re, nem fog takarítani utánad. All again. És... feldobta a pacskert. Tempeni. Egy kis gyomorfájás, gondolom beszart, és megdöglött. Ennyi. Nem lövünk bele, nem gyalázzuk meg, de meghalt. Vége, CJ, nem kell aggódni, ez megdöglött. És még Truth is megjelent, meg Kendlő is itt van, meg Caesar is itt van, ez igen. Itt az egész família. Na, nézzük az őslakosnak az utolsó bölcs szavait. 30 évig próbáltam átjutni. Mikor 30 évig te mit próbáltál átjutni az őskorban? Na, az igen, Sweet, hogy néz a béka szemeivel. Na, én is örülök, hogy vége van. Smoke megdöglött. Kicsit mindig másképp látja a dolgokat. Ennyi, amúgy ebben van valami. Ja. Mikrofénykép és uncia meszkali. Még miket beszél a vénpancser? Na mindegy. Akkor húzzunk be a házba. CJ azt, amit most leköpi Tempeni és sírját. Vagy sírját, a hulláját. Nem, csak belerúg egy kicsit. Ezt magadnak basztod el, Tempeni. Még találkozunk. Tiszt. Ennyi volt. Ennyi volt a dal. Szevasz, Tempeni, neked is véged van. Az igen. A szád nyitva maradt. Okádjál még egy utolsót. Bőm. Vagy valami. Hát nem okádott, de mindegy. Ben vagyunk a házban. Csúcsán kell maradnunk. Tartsatok mindent ellenőrzés alatt. Én megiszok egyet. Nézzük az utolsó átvezetőt. Az igen. Na még ezek a szarok kellettek ide. Ken Rosenberg, Mad Dog. Itt van Méször is, a hokizós, Kent Paul. Mindenki itt van. És megkapta. Bizony megkapta, srácok. Nagy taps. Én is megtapsollak. Mad Dog megkapta az aranylemezt. Ez járt neki. Csinált, ez meg Melmüt érte. Csinál, Jézusom, Méször nagyon bebuzult, bár eddig is gyanús volt a srác. Na, be kell ugranunk a kaszinóba dobni vúzival. Mit kell dobni vúzival? Egy kufircot? Jézusom. Van valaki egy PZ? Ennek meg itt az orra vére csöppentelte. Jó Isten. Mi az? Viszed vissza a gabona pelhet, Méször? Hová mész? Hát megyek egy kicsit fappolni. Meglátjuk, mi történik. Ez volt az utolsó szava CJ-nek. Ugyanis vége. Itt a vége. Rockstar North. Végigvittük. Az utazás és az éjjel véget ért. Egy nagy tapsot kérek most mindenkitől, aki eme videót megtekintette. Kinyomtuk tehát, srácok, a GTA San Andreas-t. Véget ért ez a sorozatom. Hát most néhány mondatban erről a sorozatról. A GTA San Andreas olyan szinten kedvencemé vált, eddig is nagyon kedveltem, de most már bátran kijelenthetem, hogy ez a kedvenc GTA mind közül. A történet nálam 10-es skálán 11-est érdemel. És az egész minden 10-es skálán nálam 11-et érdemel, srácok. Nagyon jó kis végigjátszás volt ez. Nekem nagyon tetszett, és nagyon fog hiányozni a városok hangulata. Carl Johnson szinkron hangja, mindenki jó volt. Jó, persze azért Kent Paul, Rosenberg, meg a Catalina, meg ezek nem fognak hiányozni. De a sorozat nagyon maga, az nagyon fog hiányozni, mert hozzá voltam szokva ehhez. 70 videó készült, ugye a San Andreas végigjátszásban majdnem egy teljes esztendőn keresztül ment a sorozat. De kivittük 100%-ra. Ennyi, nem tudok igazából mit hozzáfűzni. Csatorna eddig egyértelműen a legsikeresebb sorozata, ezt hozta meg nekem a legnagyobb sikert. Eddig a csatin. Szóval San Andreas, köszönöm szépen, hogy voltál nekem. Köszönöm szépen minden egyes közös átélt pillanatot. Minden egyes másodpercét élveztem ennek a sorozatnak. Hát remélem, hogy ti is, srácok.
Remélem azért, hogy jó néhányszor mosolcsartam az arcatokra ezzel a sorozattal, nagyon sokatoknak ez volt a kedvence, de azért remélem, hogy a jövőben is velem fogtok tartani, és a jövőben is Imiszkóval fogtok tartani, mert a San Andreas ideje lejárt, a történet lejárt, New végigjátszás, nagyon sokan kérdeztek, egyelőre nincs tervben a New végigjátszás, de talán majd egyszer valamikor még beszélhetünk róla, hogyha valami ilyesmi lesz, akkor úgyis tájékoztatok titeket, de ez nem mostában várható, mert még rengeteg GTA vár ránk így is. Most a hétvégén kezdődik a GTA 4, ugye még fut a Vice City, aztán 2017-ben jön a Vice City Stories, a Liberty City Stories és a GTA 5 is, srácok. Szóval lesz még, mondom, azért mondom nektek, lesz még jó néhány GTA-nk, ugye ez a második GTA, amit befejeztünk, a GTA 3 volt az első. Úgyhogy ja, letudva minden. Nagyon tetszett ez a sorozat, hát remélem, hogy nektek is, srácok, hogy ez a sorozat elnyerte a tetszéseteket, tehát az egész 70 részt nézve, hogyha őszintén elnyerte a tetszéseteket, akkor kérek szépen erre a videóra egy lájkot, és ha még nem tettétek volna fel, srácok, akkor iratkozzatok fel. Még nem köszönök el, de ezt azért el akartam mondani, illetve tényleg megjegyzésbe írjátok le, őszinte, lehet szigorú értékelés, 10-es skálán hányast adtok erre, mi volt a legjobb kedvenc részeitek, stb. Mit gondoltok erre az egész sorozatról? Írjatok egy búcsút ennek a sorozatnak, srácok, kommentben. Én megköszönöm a San Andreasnak, hogy volt nekem. Remélem, nem kapok erre a végső átvetőre copyrightot. Na mindegy, lényegében tényleg imádtam ezt a játékot. San Andreas, hiányozni fogsz. És most tehát átlépünk majd a GTA 4 végigjátszásunkba, ahol Nico Bellic történetét fogjuk végigkövetni. A GTA 4 megint lesz legalább ilyen hosszú szerintem, mint a San Andreas, az is lesz vagy 70 része 100%, csak a fő sztori nagyon hosszú, és egyébként ott is, megmondom őszintén, tervben van véve a 100%-os végigjátszás, de az még nagyon nem biztos, mert ott nagyon sok minden kéne. Itt közben a szinkron hangokat láthatjuk, hát voltak egy páram, Szóval ja, ennyit kell tudni, srácok, ennyit kell tudni. Igen, felvették Rockstar, blablabla. Most ha szeretném elnyomni egyébként az átvetőt, mert ez senkit nem érdekel szerintem. Szóval egy kicsit vágok. És akkor vége az átvetőnek, srácok, ez pedig így azt jelenti, hogy küldetés teljesítve, tisztelet plusz. És szeretnék valamit látni a bal felső sarokban, ami itt nagyon nagy álmom volt. Tehát fölveszik a mobilt, persze, mondja a magadét, ki az? Ziháló légzés, Katalina, te örömlány! Muszáj volt még az utolsó részbe is bejelentkezni? Gyorsabban, mélyebben, ez igen? Hál' Isten, már kinyírtam ezt a ribancot a GTA 3-ban. Persze, nyilván irigy vagyok, igen, már megszoktam. És kaptam $1,000,000, ez pedig így azt jelenti, srácok, a játék mondjuk nem írta ki. 100%! Screenshotokat kérek azonnal, 100%! Kimaxoltuk! 100%-ra kivittem, srácok, a GTA San Andreas-t. 100%-ra kivittem a GTA San Andreas-t, mondom még egyszer. 100%! Elértük, elértük, megcsináltuk, 100%! Jó, nekem ezt még föl kell fognom. Nem írták ki. 100%-os végigjátszás, statisztika és pénzösszeg megnövekedett. Rino tank és Hydra repülő CJ ház előtt parkol a Grove Street-en. Egyelőre nem látom egyiket se, lehet, hogy menteni kell hozzá. Nem! Nem kell menteni. Ott van a Hydra, srácok. Elképesztő, Sweet háza fölött ott a Hydra. Hát beszarok! Elérzékenyültem a végére, bocsánat. Hydra, az enyém vagy. És hol a tank? Hol a Rino tankom? Hol a Rino tank? Rino tank is itt van valahol egyébként. Ó, de jóló. Ez nagyot fog robbanni, szóval el innen. És hát akkor, srácok, tényleg kivittük 100%-ra. Elértük a célt, vége. A GTA San Andreas végigjátszásának. Tényleg remélem, hogy ez a sorozat elnyerte a tetszéseteket. Hogyha ez így van, akkor az egész sorozatra tekintve egy nagy lájkot kérek, és egy feliratkozást, ha még nem tettétek volna meg. Ja, és ne felejtsetek el természetesen szponzorom Milán csatornájára sem feliratkozni. Megéri mindenféleképpen. Szóval köszönöm szépen a teljes sorozatát tartó figyelmet. Egyébként itt van a Rino tank is. Tényleg megkaptuk tisztességesen, ami járt a 100%-os végigjátszáshoz. Mert még egy-két cuckombót kaptunk, de most nem tudok mindent megnézni. Szóval akkor igen, köszönöm szépen, srácok, tényleg az a teljes sorozaton át tartó figyelmet. Imiszkó most elhagyja a gettót, búcsúzok. Természetesen még kell egy utolsó selfie, így a gettós tagokkal.
Gyorsan elmegyek a fényképezőgépére, aztán csinálok egy selfit. És hát tényleg kimaxoltuk, 100%. Mentünk is egyet természetesen így utoljára. És az elmentése, ami nagyon fontos, srácok, hogyha elfelejteném, akkor mindenképp szóljatok rá, de valószínűleg nem fogom elfelejteni. Leírásban ott lesz a 100%-os elmentésem a leírásban, tehát mondjuk mentünk egyet ide. Oké. És akkor felveszem a fényképezőgépet. Megérte, én azt kell, hogy mondjam, ennyit cumizni a 100%-ért, de tényleg volt egy-két nehéz jelenet, mert minden, de csak megcsináltuk. Akkor mondjuk te nyomj egy selfit. Mondom, nyomj egy selfit, melyikkel lehet odaadni neki? Beggel, jeggel? Lehet, hogy csak a dagatnak lehet odaadni, én eddig mindig csak a dagatnak tudtam odaadni. Dagi. Nem, F1, valamelyikkel oda lehet neki adni, na mindegy, akkor F5, F6, F7, Tab, valamelyik, tesó, hoho, hoho. Akkor rohagy meg, na mindegy, akkor nem nyomhatunk búcsú selfit. Max a teljes gettót fotózom le egy utoljára. Így, és akkor búcsú. Köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, srácok, Imiszkótát elhagyja örökkön örökre. Nem mondom, hogy örökkön örökke, de jó ideig most elhagyja Los Santost. Legyetek jók, és várjátok a következő végigjátszásomat. Tartsatok velem a jövőben is, ugyanis a csatorna megy tovább. Köszönöm szépen, San András, hogy voltál nekem, imádtunk mindannyian. Gettósok, Grove Streetesek, barátaim. Sziasztok. Ja, és amit még itt a legvégére akartam mondani, elfelejtettem természetesen, srácok, végtelen lőszer. Ez pedig a másik jutalmunk, ugye ilyen a Vice City-ben is van 100%-nál végtelen lőszer, tehát olyan, mintha beírtam volna azt, hogy van rölötövő, végtelen lőszerünk van fegyvereinkben, tehát még a minigun meg az összes egyik sem fogy el, és dupla olyan erős az autóknak a robbanási képessége, vagyis hát hogy mondjam, törési képessége, tehát sokkal többet tudunk ütközni, mire fölrobban. A saját autóinknál van ez a helyzet. Szóval tényleg még egyszer köszönöm szépen, srácok, a figyelmet, természetesen édesanyámtól is elköszönöm. Szia, anya! Szia, 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 szia! Saját magamat meglőttem, az úgy jó, és legkedvesebb pajtásomtól, Citustól is elköszönök. Sziasztok!